Cseresz Hajnalkának hívnak, gyógypedagógusként végeztem 2001-ben. 2012. június 1 óta dolgozok itt az intézményben. Minden nap örömmel jövök be dolgozni. Örülök annak, ahogy a fiúk érdeklődnek, szeretettel fogadnak, illetve jó a munkatársakkal való kapcsolatom is. Egy nagyon jó, otthonos környezet van itt tulajdonképpen az otthonban. Vannak családos fiúk, akiket rendszeresen haza is visznek, vagy látogatnak, de sajnos több fiú van olyan, akinek nincsen családi háttere. Számukra az itt lakó fiúk, az itt dolgozó gondozók, nővérek, illetve az itt dolgozó munkatársak jelentik a családot. Különböző jellegű foglalkozásokat vannak, van, aki gyöngyöt főz, van, aki kerámiáznak, agyagoznak, vagy van olyan fiú, aki sző, kartont varnak, hímeznek, szép asztalterítőket készítenek, ünnepekre gyertyákat öntünk. Ezek jelentik számukra az itteni életet. És ezt próbáljuk mi minél színesebbé tenni, hogy minél örömtelibb legyen nekik ez az életük.